Sziasztok, Csikianna vagyok, és elérkeztünk egy újabb vloghoz, egy újabb Bajnokok Ligája vloghoz, ugyanis folytatódik a Bajnokok Ligája sorozata, és a héten Lisszabonba utazunk, Portugáliába, a Benfica ellen játszani. Talán egy kis annyi információt adhatok, hogy múlt héten már egyet-kettőt tudtam a csapattal edzeni. Összesen 7 hetet kellett kihagynom a combhajlító izom szakadásom miatt. Úgyhogy, hogyha ma is sikerül edzek a csapattal, és nem lesz semmiféle problémám, akkor valószínűleg keretbe leszek, és akkor tudod utazni a csapattal. Úgyhogy ez a videó vlog is amúgy csak akkor fog elkészülni, hogyha utazhatok a csapattal, mert ha nem, akkor igazából nincs miről mutatni dolgokat. Úgyhogy most hétfő reggel van. Nem sokára indulunk edzésre, előtte reggeli lesz, aztán edzés, és próbálok nektek minél többet mutatni arról, amit lehet. Úgyhogy igen, hogyha keretbe leszek, akkor indulunk holnap reggel már Lisszabonba, és szerda délután lesz a meccs, aztán csütörtökön fogunk hazajönni. Úgyhogy tartsatok velem! Na, végeztünk az edzéssel, illetve ebéddel is, meg előtte volt reggelink, és végig tudtam edzeni a csapattal, mindent csináltam, és nem éreztem semmi fájdalmat, ami azt jelenti, hogy keretbe vagyok holnap. Úgyhogy holnap reggel 7-kor találkozunk az edzőközpontban, onnan pedig menjünk a repülőtérre, és azt hiszem 9 vagy fél 10 körül indulunk Lisszabonba. Elég hosszú lesz az út, aztán ott lesz egy hivatalos edzésünk délután, úgyhogy igyekszem majd minél többet mutatni nektek. Még annyit mondanék, hogy igazából a 7 hetes rehabom ezek szerint jól sikerült, bár mindenki figyelmeztetett többször is, hogy a hajlító szakadásra nagyon kell vigyázni, mert könnyen újra sérül. De egyelőre semmi panaszom nincsen, és remélem ez így is marad, úgyhogy emiatt minden edzés után pluszba csinálok még rehab feladatokat is. Úgyhogy ma is az volt, hogy megcsináltam a rehabom első részét az edzés előtt, ezt egy ilyen bemelegítésként. Utána edzettünk, volt egy labdatartás, előtte volt egy kis cicázás, egy kis taktikai rész, aztán pedig játék, és az edzésem után pedig, mivel a kondim még nincs meg, ezért nyilván 7-7 kihagyás után azért az ember elveszti a kondícióját elég könnyen, úgyhogy ilyenkor még muszáj edzés után is fussak, bár nagyon nem esik jól, de bízom benne, hogy ez majd segíteni fog, úgyhogy az edzés után is megcsináltam a rehabon második részét, úgyhogy utána volt egy videózásunk, egy ebédünk, és most pedig megyek haza. Úgyhogy igyekszem nektek holnap is minél többet mutatni a napból, illetve szerdán is a meccsnapról, illetve csütörtökön majd a hazaútról. Remélem, hogy győzelemmel fogunk hazatérni, mert még nem szereztünk pontot a Bajnokok Ligájába. A Lyon, illetve a Bayern München ellen is kikaptunk, ami azt gondolom, hogy elég sok csapat kikapott volna, ugyanúgy, mint mi. De tényleg remélem, hogy most meg lesz a 3 pont, és jövő héten megint a Benficával fogunk játszani, csak akkor hazai pályán, úgyhogy jó lenne, hogyha így a egy héten belül 6 pontot tudnánk ellenük szerezni. Úgyhogy holnap majd jövök, mutatom az utazást, illetve amit csak tudok nektek, és remélem tetszeni fog. Jó reggelt! Elképesztően korán van, most indulunk a repülőtérre, úgyhogy akkor kövessétek a napjainkat, napunkat. Csodálatos svéd időjárásba felszállunk. Borzalmas hideg, szél, eső, kegyetlen. 4 órát fogunk repülni, úgyhogy nem lesz rövid. Gépen vagyunk, 4 órát fogunk repülni, úgyhogy nagyon hosszú lesz, de én filmezni fogok,
illetve megpróbálok aludni, mert nagyon korán keltünk. Helyünk az jó nagy van szerencsére, úgyhogy remélem hamar el fog telni ez az utazás. Megérkeztünk a hotelba, 4 órás út volt ugye, elég hosszú volt, de azért szerintem mindenki ki tudta használni ezt a pihenésre, illetve én filmet néztem, meg társasoztunk egy kicsit. Amikor leszálltunk a gépről, az volt mindenkinek az első dolga, hogy levette a téli kabátot és a pulóvert, mert a svédországi 4-5 fokhoz képest itt 25-26 fok van, úgyhogy azért nagy a különbség, de bízom benne, hogy ez nem fog kihatni a meccsre, mert későn játszunk. Otthoni idő szerint 9-kor, úgyhogy addigra már szerintem vissza fog hűlni az idő. Most a program úgy néz ki, hogy ebédelünk, aztán lesz egy csendes pihenünk, és utána pedig megyünk a hivatalos edzésre. Gyorsan meg megmutatom, hogy hogy néz ki a szobámból a kilátás az erkélyemből, mert csodálatos idő van, és vannak, akik még fürödnek is. Szóval ez a kilátás. Szerintem nagyon-nagyon szép, és ott rengetegen fürödnek a vízben, nem tudom, hogy mennyire lehet látni, de az a terv nekünk is, hogy meccs után egy kicsit mi is csobbanjunk egyet. Megérkeztünk a stadionba, kicsit késve, de most lesz az edzés. It's a video. Yeah. I know. Do not post. I will. Szóval most lesz az edzés, nagyjából 1 óra ilyenkor. És utána holnap itt fogunk meccset játszani. Végeztünk az edzéssel. Arvendek. Szia, Emma vagyok. It's the only thing I can. But hello. But hello. Szóval most végeztünk az edzéssel, nagyon jó volt. A pálya zseniális. Egyszerűen olyan, mint egy biliárdasztal. Úgyhogy ezen nem fog múlni semmiképpen sem holnap. Holnap este itten idő szerint 8-kor, otthon idő szerint 9-kor lesz a meccsünk. Úgyhogy nagyon kell a 3 pont, remélem meg lesz. You want to say something more? I don't know what Anna have been talking about, but tomorrow we have a game and I hope you will see that game and hold your thumbs for us. Nu kör vi! Na, végre ágyba vagyok. Nagyon-nagyon hosszú volt ez a nap. Reggel 5-kor keltünk. 7-kor volt indulás a pályáról a reptérre, aztán 9-kor indult a gépünk, 4 óra repülés, utána edzés, meg fú, nagyon-nagyon hosszú volt a nap. Úgyhogy most itten idő szerint 10 óra van, otthon az 11, úgyhogy igazából ma már nem lesz semmi. Edzés után volt egy vacsoránk, aztán volt egy taktikai megbeszélésünk. Ilyenkor mindig megkapjuk a kezdőcsapatot a meccs előtti napon, úgyhogy mindenki úgy tud készülni, hogy kezdő vagy nem kezdő, hogy ne a meccsnapon legyen ez a esetleg váratlan hír. Úgyhogy holnap reggel 10-ig van reggeli, aztán utána lesz séta, ebéd, taktikai, aztán megyünk a meccsre, úgyhogy majd készítem a videókat. Jó reggelt! 9:30 van, most keltem fel, úgyhogy megyek le reggelizni. Ezek a meccsnapi reggelek a legjobbak mindig, mert egy az, hogy engednek minket sokáig aludni, 2, hogy az a hangulat, ami reggel van, amikor kinyitod a szemedet, és realizálod, hogy ma meccsnap van, az a legjobb. Ez nagyon hiányzott az elmúlt 7 hétben. Úgyhogy izgatott vagyok. Bár a doktorral beszéltem, és abban maradtunk, hogy nem fogok ma pályára lépni, de a kispadra leülök.
úgyhogy legalább a fél időben tudok egy kicsit focizni a cserékkel. De nagyon kell ez a három pont ma, úgyhogy a kispadról fogok szurkolni a lányoknak. Úgyhogy jelentkezem majd még később. Na, sétálni vagyunk, és közben van egy kvízünk is. Ez mindig így van, amikor ilyen meccs előtti séta van. Mindenféle kérdések Portugáliáról és Lisszabonról, de nem sokat tudunk, az az igazság. Azt tudtam, hogy Cristiano Ronaldo a Sportingba játszott, az az egyetlen. Did you know that answer? Yeah. Which was it? Porto? No, it was Lisszabon. Sporting. Sporting Lisszabon. Yeah, Lisszabon. Didn't you know that? No. Okay. We have a quiz now, and we are in different teams, so I just wanted to have the right answer so I can go to my team. Don't cheat, please. No, but we said Lisszabon. Kérdések. Megyek, hogy nem maradjak le. A hivatalos sétánknak vége, de lejöttünk még egy kicsit a partra. Lecsekkoljuk, hogy milyen a víz, hogy utána a meccs után este lehet-e benne egyet csobbanni, vagy túl hideg. Valaki azt mondta, hogy nagyon-nagyon hideg, de nagyon sokan fürödnek, úgyhogy talán mi is kibírjuk. Megvolt az utolsó taktikai megbeszélés is, úgyhogy most indulunk a pályára. Csak meg akartam mutatni még, milyen csodálatos naplemente van. Az idő pazar, úgyhogy reméljük, meg lesz a három pont. Ahogy mondtam, a pálya tökéletes, az időjárás is. Úgyhogy kezdődhet a meccs. Vége a meccsnek, 3 pont a miénk, egy 11-es góllal nyertünk 1-0-ra, úgyhogy most mindenki nagyon boldog, csak sajnos két lánynak ez volt az utolsó meccse a csapatunkban, ugyanis eligazolnak, úgyhogy van egy kis negatív oldala is ennek, de a meccs nagyon jó volt szerintem, végig tök jó tempót diktáltunk, és a legfontosabb, hogy megvan a 3 pont, ezzel pedig még megvan matematikailag az esélyünk, hogy továbbjussunk. És reméljük meg is lesz a továbbjutás, úgyhogy most megyünk vissza a hotelba, vacsora, aztán nem tudom. Na, sikerült ágyba keverednem. A meccs után még elég sokáig elhúzódott a sajtótájékoztató,
illetve voltak, akiknek dopingtesztjük is volt, úgyhogy nagyon későn értünk vissza a hotelba. Utána már csak egy vacsoránk volt, illetve van egy születésnaposunk, aki ma, azaz csütörtökön ünnepli a születésnapját, úgyhogy őt is gyorsan még felköszöntöttük. És megjött a kedvünk a kártyázáshoz, úgyhogy kártyáztunk még vagy másfél-két órát. Úgyhogy most már tényleg nagyon-nagyon késő van, de nagyon boldog vagyunk, hogy sikerült a 3 pontot megszereznünk, és holnap utazunk haza a 3 ponttal a zsebünkbe, aztán jövő héten megint a Benficával fogunk játszani, de akkor otthon Göteborgban. Viszont azon a meccsen, ahogy már mondtam, 2 játékosunk már nem fog pályára lépni, mert lejár a szerződésük. Úgyhogy ez ma egy extra motiváció volt mindenkinek, hogy megszerezzük a 3 pontot, értük is, mert több évet játszottak a klubban, úgyhogy örülünk ennek, hogy ez sikerült nekik egy kis örömet okozni. Én nekem amúgy nagyon-nagyon tetszett a meccs, nagyon jó tempót diktáltunk végig, voltak helyzeteink. Ahogy mutattam a pálya, az biliárdezta volt, úgyhogy azon egyáltalán nem múlott. Aztán a második fél időjén 75. percben kaptunk egy 11-est, ami azt gondolom, hogy jogos volt, mert szerintem a lány nem ért el a labdát egyáltalán. És abból a középpályásunk betalált, úgyhogy azzal tudtunk 1-0-ra nyerni. Nekik volt egy kapufájuk a második fél időben, illetve volt egy veszélyszabadrugásuk, amit védett a kapusunk. De azon kívül nem is nagyon tudtak kialakítani helyzeteket. Nekünk volt 5 vagy 6 nagy helyzetünk. Úgyhogy azt gondolom megérdemelten hoztuk el a 3 pontot. Holnap megyünk haza, és megünnepeljük holnap is szerintem a születésnapost. Úgyhogy reggel korán kell kelni, körülbelül csak 3-4 órán van aludni. De nem baj, úgyhogy majd még jelentkezem holnap. A gépen vagyunk. Késik a gépünk, mert elvileg nagyon rossz idő van Svédországban. Úgyhogy később szálltunk fel, de 4 órát fogunk repülni, ami megint nagyon hosszú lesz. Úgy érzem, pótolni fogom az éjszaka kimaradt alvást. Úgyhogy remélem, hogy hamar eltelik, és nem lesz annyira rázós az út. Nagyon jó a hangulat a csapatban, nyilván a tegnapi győzelemnek köszönhetően, úgyhogy remélem élveztétek ezt a videóvlogot, és tudtam mutatni egy pár újdonságot, illetve érdekességet nektek. Ha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hogy kapjatok értesítést, hogyha újabb videó érkezik. Hamarosan jön Sipos Lilla új videója a térdsérülésével kapcsolatban, úgyhogy köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, és sziasztok! Szóval az van, hogy nem jó a gép, úgyhogy nem fogunk felszállni. Úgyhogy le kell szálljunk, és nem tudjuk meg mi lesz, de nem fogunk most felszállni, úgyhogy még nincs vége a vlognak, pár már elköszöntem, de akkor még folytatom. Próbáljuk újra. Ez egy új gép, amit most hoztak, úgyhogy most indulunk, és 4 óra lesz az út hazafele is. Na, újra gépen vagyunk. Több mint 5 órát kellett várjunk egy új repülőre, mert az előzővel valami volt, elromlott. Úgyhogy a cég, amivel repülünk, kellett küldjön egy új gépet, amit Spanyolországból küldtek el hozzánk ide Lisszabonba. Úgyhogy elég sokáig tartott. Szenvedtünk is rendesen a reptéren, nem olyan tudtunk mit kezdeni magunkkal. Úgyhogy már nagyon örültünk, hogy most megjött ez a gép. Most itteni idő szerint 5:30 van. Úgyhogy 4 órát fogunk repülni. Úgyhogy jó későn érünk haza. De a lényeg, hogy érjünk haza, most már tényleg az a legfontosabb. Úgyhogy ez a lisszaboni utunk nem teljesen úgy végződött, ahogy mi ezt terveztük volna, de
tényleg a legfontosabb, hogy csak hazaérjünk épségben. Úgyhogy remélem tetszett nektek ez a videó, még ezzel a kis kalanddal is így a végén. Ha igen, akkor iratkozzatok fel, és hamarosan akkor jönnek az újabb videók. Sziasztok!